Üdvözlök mindenkit, Nekrokrim vagyok, jön egy kis Battlefield egy tudtad-e, hogy ilyen létezik című videó, valószínűleg akik játszatok már vele, észrevettétek, hogy léteznek dolgok, de ha nem, akkor íme itt van, és a feltörekvő jövő generációjának is fennmaradó videó és segítség a Battlefield egyhez. Nos, vágjunk is bele egészen gyorsan. Az egyik ilyen dolog, az a játékban felelhető rohadt ajtók, amiket mindig bezárnak és nem lehet kívülről bejutni. Na most jó hír: azokat be tudod robbantani, viszont a probléma velük csak az, hogy dinamittal vagy a, a lövek kilövő fegyverrel, raketgánnal tudjátok ezeket kilőni. Úgyhogy végülis nem akarod a nagy úgyis rengeteg van egy csapaton belül így aztán majdnem biztos, hogy lesz náluk egy raketgán vagy egy kis dinamitjával be lehet robbantani az ajtót, bemenni és ledarálni a csapatokat, amelyik bent vannak. Na most, a következő dolog, és úgy gondolom, hogy ez, ez viszonylag lényeg is, a sprintelés, nem a sprintelés után, hanem amikor le akarsz bökni valakit a szuronyoddal, és neki szaladsz, na azután a rövid sprint után, amit levág a katonád, azon kívül, hogy hogy nem éri meg használni arra, hogy gyorsabban előre juss, mivel hogy lelassuló effekt lép fel utána, és így is, bejönnek beérnek a társaid, akik simán csak futnak. Azon kívül pedig még egy nagyobb visszarugást eredményez a fegyvereknél minden szinten, és lassabban fogja szemhez emelni. Úgyhogy a is megfontoltan kell használni abban a szempontból, hogy mikor használod. Néha nagyon jól jön ar arra, hogy elmenekülj, hogyha tudsz egy olyan helyre menekülni, de amúgy nem éri meg használni arra, hogy gyorsabban odaérj pozíciókhoz továbbá, Érdemes kinézni, hogy mikor, és ki ellen fogod és használod ezt a fajta akcióféleséget, mert hogy némi negatívummal fog -e részesülni. Nincs itt probléma, azért nem kell aggódni, nem az lesz, hogy úgy valami rettentő módon fogja, és tehát rosszabb lesz maga a zoomolás rosszabb lesz maga a visszarúgás, nem teljesen kezelhető félértés nincs, csak sose tudni, hogy mikor lesz egy ilyen ö, apró helyzet, hogy pont kéne az a precizitás, de nem jön, mert hogy épp, sprintet, úgyhogy erre. Ö, vigyázni kell. A másik dolog pedig a pacikra vonatkozik, az alfával, bétával nem volt így, de most már csak azzal, hogy az egeredet irányítod, jobbra is, balra is tudsz kaszabolni a kardodat, tehát nem kell mindig jobb oldalról becélozni az embert, vagy elütni a lóval, meg hogy a bal oldaladóval, vagy ilyesmi, nem, jobbra, balra is tudsz kaszabolni, hogyha uh, arra irányítod a, uh, a lovadat. Na most, a következő dolog, és ez, ez aztán egy trükkös, trükkös dolog, biztosan ti is észrevettétek, mint Battlefield 4 hogy lőszegyet a lövegeddel, a tankod lövegével, valamivel, és így mint Battlefield és stílusban így lepattanak róla a golyók, hát mi a franc, na most ott egy bug volt, de itt már nem bug, szóval lepattanhatnak a golyók, gellert kaphatnak a golyók a, azon a bizonyos tankon, a lövegeit, az altérokat lövegeit, sőt tanklövegek is gellert kaphatnak, azon a bizonyos tankon, úgyhogy uh, erre Érdemes figyelni, érdemes becélozni a tankoknak a jobb oldalát, kerekét, kevésbé a sarkukat, vagy az ilyen élesebb részeket, mert ott hajlamosabb lepattanni a golyó. Úgyhogy, hogy mennyire fogja ez befolyásolni a dolgokat, biztosuljuk benne, hogy azok a tankmányások, akik BF1-ben nagyon tankban, tankban, tank, tankban ülnek, ki fogják tanulni, hogy melyik az az oldal, ahol ez így, így le fognak pattani a golyók. A probléma, csak ott, hogyha tényleg van egy kicsit határozottabb csapat, akkor körbeveszik hogy a tankot, és már is vége a játéknak. Úgyhogy a a tankoknál érdemes megfontolni ezt a távolsági, uh, hogy is mondjam, akciózás, Természetesen az ot rakétgál azért onnan is tud becsületesen uh, lőni rád. Uh, Miről beszélünk Ja, a mortárról. Nem tudom, hogy tudtátok, hogy a mortárt jelenleg, ha kilövöd, akkor így fölrepül a löveg, és látod a pályát. Látod azt, hogy hova lősz. De hogyha gyorsan akarsz lőni, egymás után gyorsan akarsz jönni, akkor gyorsan nyomsz egy jobb klikket, és majd újra bal klikket, vagy spellöld a jobbal, jobbal, és akkor hihetetlen gyorsan fogod belőni mindig ugyanarra a pozícióra a Lövegédet. Tehát mire gondolok itt, hogyha fogod magad és ugye kinézed a pályát, kilövöd az elsőt, látod, ú, ott sok van oda, gyorsan akarok tüzelni, jobbszél egy jobb klikket, tűz, jobb klik, tűz, jobb klik, tűz, és akkor úgy gyorsan le tudod fedni a pályát, anélkül folyton követned kellene a mortárnak a golyóját, hogy e, éppen merre e, van a másik nagyon-nagyon lényeges dolog, és, és ez tök jó előtt, hogyha szokásra a Battlefield közösségben legalábbis magyar részről, legalább az pedig, hogy figyelj a medikre. Ugye ott van a bal alsó sarokban a e, medike jelzés, hogy hány méterre van tőled. A medik ez egy fantasztikus dolog, amit beleraktak a Battlefield egybe, de és, és azt kell mondja, hogy adj a mediknek esélyt, hogy odaérjen hozzád, mert hogyha gyorsan space nyomsz, ugye, akkor eltűz a pályáról, és tök mindegy, mert az időt így is, úgy is ki kell várnod a beszpónolásra, ha már vársz, akkor várjál ott a medik közelébe, hogyha ott a medik, akkor próbál meg megvárni, jót tesz a játéknak, jót tesz a statodnak, és lehet, hogy a stat nem számít a battlefield mert ez egy Battlefield, és nem az a lényeg, de sok mindenkinek fontos azt, hogy várd meg a mediket, adj neki egy-két másodpercet, nagyon sok sokszor jártam úgy, hogy ott voltak akár tőlem 20 méterre is a medikek, és, és, vártam már, ott vártam akkor már, ér értitek a játékban, nem azt, hogy nyomogatom a space, mint a hülye, és megvártam is, odajött, olyan is volt, hogy nem is volt benne a, a range-ben, nem is volt benne a távolságban, de egyszer csak azon kaptam magam, hogy már fut, mint az őrült, és puff, föl is éleszted, de kellett adni, sokszor utolsó pillanatban, de felszednek, csak ugye nekik is vannak dolgok, amiket meg kell oldani a pályán című történet. Nos, a srácok remélem valami hasznos uh, tipeket tudtam adni, remélem tudtam segíteni a következő BF videóig. Köszönöm a figyelmeteket, csekkoljátok le a többi videót a csatornámon. Sziasztok!